A film megtörtént eseményeken alapul. Te jogságos szentég, hihetetlen, hogy ilyesmiket még megírnak. Jó napot, nekem most találkozom lenne, de nem tudom, hogy... Szerintem az az ő párja. Ahogy melyik? Ő ott. Ah, jó, köszönöm. Hello. Ó, Christopher, szervusz, foglalj helyet. Hát, örülök, hogy eljöttél. Csak nem tévedtél? De, és elnézést is kérek, de hát ahány út, annyi felé... Ó, ez így igaz. Nos, hogy van a nagyapád? Sajnos elveszítettük. 10 napja már. Jaj. Szívből sajnálom. De remélem nem szenvedett. Nem, egyáltalán. Álmában halt meg, ha minden igaz. Szomorú dolog. Nagyszerű ember volt. Ő is ezt mondta magáról. Amúgy kösz, hogy elvállalta velem ezt. Nekem is vissza kellett jönnöm, még utoljára. Akkor menjünk? Felőlem. Hát, itt volnánk. Nem is mesél semmit? Nagyapád nyilván elmesélte már 1000-szer. De ön még nem. Ám legyen. 1944. decemberét írtuk. És egész Európában dúlt a háború. Hideg, kemény, keserű tél volt. Csendes éj. Erdő az Ardennekben, 1944. szenteste. Alig töltöttem be a 12. életévemet, amikor karácsony estéjén meglepetésszerűen ott találtam magamat egy erdei csata romjai között. A háború akkoriban egy napig sem szünetelt. Mindenütt véres harcok dúltak. De talán vidéken voltak néha nyugodalmasabb percek. Fritz! Komm mit! Schnell! Édesanyám szerencsére nem az a fajta asszony volt, akit az események irányíthattak. Wie weit ist es noch? Ich hoffe weit genug. Was ist, wenn Papa jetzt zu Weihnachten nach Hause kommt und wir sind nicht da? Er wird schon wissen, dass wir zur Hütte gegangen sind. Jetzt beeile dich. Achtung! Was ist denn das? Das ist ein toter Schermann. Komm weiter. Beeile dich. Geh mal. Akkoriban olyan időket éltünk, amikor az ember nem hitt. Nem hihetett abban, hogy a háborúnak egyszer vége lesz. Tudni kell, hogy ezen a vidéken eleve lehetetlenség volt élelmet szerezni. Ennek ellenére anyám meglehetősen merész döntést hozott. Kitalálta, hogy a telet a család kis erdei vadászházában vészeljük át. Du wirst schon sehen. Wir werden hier sicher sein. Yeah.
Steh nicht herum, Fritz. Wir haben noch viel zu tun. Amikor beléptem abba a rozog a korhat házba, nem hittem volna, hogy ez lesz életem legemlékezetesebb karácsonya. Herrlich. Je mehr, umso besser. Es ist ja heiliger Abend. Geh weg von dort, Fritz. Es ist Zeit für deinen Unterricht. Mama, nicht heute Abend. Menj szépen, és hozd a könyved. Warum soll ich? Ne németül, Fritz. Légy szíves. Minek kell nekem más nyelvet tanulni? Franzul már megmondta, hogy meghódítjuk az egész világot, és akkor mindenki németül beszél. Tényleg? Majd. És ő ezt honnan tudja? Az apukája mondta. Ő pedig a Führernek dolgozik. Franz Ulmer apja legfeljebb tizedes, és semmit sem tud. De a Führer mindent tud. Ő sem tud mindent. Ő csak kényszeríti a népet, hogy higgyék azt. Anya, nem szabadna így beszélned. Ezt... A könyvet, Fritz. Nos, mondta Bach, a szántás erre van. Egy férfi összevész egy másikkal, és megöli. Te találkoztál már amerikaiakkal, anya? Igen. A háború előtt. Sok amerikai turista járt ide hozzánk. És milyenek ők? Szerintem ugyanolyanok, mint mi. Csak kicsit mások. Egyszer én is láttam egyet. Pont kiugrott a kigyulladt repülőjéből. De aztán a cipész lelőtte. Azt mondta, ez kötelező. Egy fenéket volt kötelező. Az ilyesmi gyilkosság. Senki sem akadályozta meg. Miért? Hiszen azért jött, hogy megöljön minket. De ne félj, anya. Majd karácsony után, ha én is katona leszek, nem fogom őket lelőni. Csak fogságba ejtem. Fritz, te itt sohasem leszel katona. Dehogy nem. Willy Ernstet is behívták már, és ő csak 2 évvel idősebb nálam. Hallgass ide, Fritz. Mi nem megyünk vissza a városba. És te nem lész be a Hitlerjugendbe lövöldözni. De anya, nekem is kötelességem a... Apa! Apa! Kérem, ne bántson minket. Egyedül vagyunk.
Jöhetnek, uram! Itt van egy ágy. Hé! Hey, ti meg ott maradtok, világos? És csöndben. Tarts ki, cimbora! Tarts ki! Ki kell tisztítanunk a sebet. Hozz forró vizet. És kötszert a zsákomból. És azokat meg közben figyeld. Rendben. Hey! Hova mész? Én csak van forró víz a tüzelyen. Idehozom. Mindjárt, cimbora. Mindjárt. Beszéled a nyelvünket? Igen. Tetszik a könyv? Igen. Benne van Tom Sawyer? Igen. Én szeretem azt a figurát. Vagyis őt. Nagyon okos fiú. Okos? Lehet. Mindig úton van. Mit olvastál még? Moby Dick. Az utolsó mohikán. Komolyan? Ezek jó könyvek. Na és a Mein Kampf? Nem. Hát az nem is jó. Tessék, a nő intézte a vizet, már hozza. Úgyhogy a nő intézte a vizet? Felforralta. Hagytad neki? Csak vizet forralt. Te elfelejtetted, hogy háborúban állunk ezekkel az emberekkel? Nem, de hát nincs, ő csak... Nem jöttél még rá, hogy ezekben nem bízhatsz egy percig sem? Ha valamit akarsz tőlük, mindig tartsd rajtuk a szemedet. Hallod? Ha? Vagy eddig is figyelted őket? Nem! És mi van, ha megmérgezi? Ez tiszta víz. Csak felforraltam. De tiszta teljesen. Gyógyítja a sebet. Már nincs magára szükségünk. Hadd adjak neked egy jó tanácsot. Ha túl akarod élni ezt a háborút, csak abban bíz, aki a te egyenruhádat viseli. Most pedig ás elő nekem valami fertőtlenítőt. Találsz valahol jódot. Jól van, Katrin? Kint ki. Katona, megkérdezhetem, meddig szándékoznak itt maradni? Nem tudom, asszonyom, ezt majd az őrmester eldönti. Ha jól sejtem, eltévedtek. Igen, úgy fest. Herbit meglőttik. Indultunk a vonalak mögé, de közben leesett a hó, és hát ide jutottunk. Itt nem találok jódot! Kell, hogy legyen, kerest! Akkor az egységük nem lehet messze. Nem, szerintem úgy... Ilyen kérdéseket többé ne tegyem fel. Uram, mögöttük vannak! Mögöttük! Vigyázz! 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 Veszi, gyere ide és segíts! Nem találtam jódot! Az Istenit! Legalább fogd le, amíg kibosom ezt! Herbie! Herbie, nyugi! Herbie! Herbie! Herbie, én vagyok! Jimmy! Jim! Igen. Jim! Mi történt? Mit keresünk itt? Az árokban voltunk, emlékszel? Aztán elkezdtek lőni, és téged eltaláltak. Eltaláltak. Eltaláltak! Mutasd! Ne! Látni akarom! Rendben jössz, hallott, Herbie?
Nem lesz semmi baj. Esküszöm, csak maradj nyugton kicsit. Ura! Ura! Csúnya sem! Nem vész a sörbi, rendbe hosszú. Csak tényleg maradj egy kicsit veszteg, hallod? Hallod? Nyugi, nyugodj meg. Nem marad benne repesz? Szerintem nem. Nem vagyok felcser, de úgy néz ki, tiszta a dolog. És ütőjelet sem talált. Biztos, hogy nincs jód. Mondtam, hogy elfogyott. Talán ez segíthet. Ez is egy fertőtlenítőszer. Miért ki? Jól van. Jól van. Mindjárt kész, jól van. Nyugi. A sebnek gyorsan össze kéne záródnia, vagy elterjed a fertőzés. Mi maga, valami ápolónő? Nem. Csak egy iskolai tanár. Csak? Nem szégyen az. Fele tudja, Reszi. Errefelé olyasmiket tanítanak, ami nem való iskolába. A lurkok matekóra helyett bakancsokat próbálnak. Tényleg, hol a kölyök? Kiküldtem. Hozzon be még tűzifát. Menj utána és hozd vissza. És add a fegyveremet is. Nyugi, semmi baj. Ne menj el! Fél perc, Nyugi. Jövök vissza. Jól van. Őrmester! Ide tudsz jönni? Mi van? Eltűntek a fegyverek. Asszonyom, pontosan 3-ig számolok. És ha addig nem árulj el, hogy... Én nem tűrök meg semmilyen fegyvert a házamban. Majd visszakapják, ha elmennek. Hogyan? Ha nem tudná, ez egy háborús övezet. És kegyet pontosan a közepén lakik. Így a háza most egy menedékhely. Egy főhadiszállás vagy barak, bunker, kórház, nevezze, ahogy akarja, és az is marad, amíg én más nem mondok. Meg vagyok értve? Reszit, tudd meg, mit csináltak ők a fegyverekkel. Verd ki belőle, ha muszáj. Ne! Ne! Maga pedig itt marad. Ne tegye! Ne! Szia! Mi újság? Hozod a tűzifát, ugye? Az jó. Hol vannak a fegyverek? Figyelj, nem akarok gondot, és szerintem te sem. Úgyhogy mondd meg, hová tetted őket, és haverok maradunk. Nagyon kérlek, ne idegesíts. Hol vannak a rohadt fegyverek? Értem. Biztos helyen. Köszönöm. Nem vagyunk barátok. Soha nem is leszünk. Ennek nem örülök. És miért nem? Mert te amerikai vagy, és el akarsz pusztítani minket, meg a Führert. Tényleg? És ezt ki mondta? A mi rádiónk. Komolyan? Hát a második része igaz. Ha egyszer elkapnám a Führer nyakát, kitekerném, mint a csirkéjét. És még jól is esne. De téged nem bántanálak. Csak őt. És te is rá fogsz jönni, hogy miért. Közeleg a napja, hogy ezt felismerjétek, mindnyájan. Még ha ma másként is hiszed. És azt se hidd el mindig, amit a rádióban hallasz. Ők is legtöbbször csak uszítanak. Add ide, majd viszel. Rendben? Befelé. Gyorsan, menj be.
Gyere. És egy szót se, amíg nem mondom, jó? Halt! Állj! Ne mozdulj! Maradj ott! Francba. Wie viel? Einer. Tegyétek le a fegyvert, vagy lövök! Itt marad és csöndben. Engedjen ki! Azért, hogy beáruljon minket, felejtsen! Akkor már rég kiabálnék nekik, nem? Nagyon kérem, ott a fiam! Tegyétek le a fegyvert, vagy lövök! Mondd, hogy tegyék le, vagy lövök! Szólj már nekik! Süketek vagytok? Tegyétek le a fegyvert! Elzart, Sie sollen sich... Pontosan értettük, mit mond Frau! Er ist allein! Mach dich bereit! Amerikai katona, beszéljük meg! Mi hárman vagyunk, te pedig egyedül! Befogadj rá, Herman! Bentről fedezünk téged, Ressi! Értem, uram! Tegyétek le a fegyvert, mielőtt bedurvolok! Nein, noch nicht! Nein, bitte! Legt eure Waffen nieder, mein Sohn ist draußen! Ennyi, barátom! Szóval egy ártatlan fiú van a közeledben. Neki csak nem szeretnél ártani. Kit érdekel? Ő is csak egy kis náci. Nem, nein, ne! Hagyják abba ezt! Elég ebből az őrületből! Utoljára mondom, tegyék le a fegyvert! Na jó, rendben van! Jó, ezt már szeretem. Nem mozdul, nem mozdul! Fritz, maradj ott! Jöjjön a fegyverekért, uram! Mindenki a házba! Mondom, mindenki a házba, gyerünk! Menjünk be! Ez az. Nyomás. Nagyon okos. Ez tényleg okos volt. Tőled viszont már nem volt annyira. Megmondtam, ebben a házban nincs helye fegyvernek. Megőrült, álljon odébb! Nem. Nincs fegyver. Azt mondtam, hogy álljon odébb. Ha én nem vagyok, maga már halott lenne. Ebben igaza van. Pofa vereszi! Álljon félre onnan. Bemegyünk. Ha az én házamba akar jönni, tartsa be a szabályaimat! A fegyverek kint maradnak! Előtte tisztázzunk valamit. Ez a nő menedéket ad nekünk éjszakára. De mert megszabta, hogy fegyvert nem vihetünk be, a ház mostantól semleges terület. Megegyeztünk? Meg. Legyen úgy. Mi tartjuk magunkat ehhez. Köszönöm. Fritz! Vedd ezeket, és tedd a többihez. Ügyes vagy. Amúgy boldog karácsonyt. Nos, miután a magukét most mind a vendégeim, úgy élik, hogy bemutatkozzunk. Az én nevem Elizabeth Winken, és ő a fiam Fritz. A
Ralph Blank őrmester és Jimmy Ressi közlegény. Hans Klosterman hadnagy. Ő itt Markus Müller őrmester, ő pedig Peter Heinrich közlegény. Ist denn das die Möglichkeit? Erwarten. Ich mag die Art des Verbeulens nicht. Da könnte uns Schwierigkeit machen. Mi van? Valami nem tetszik? Azt mondta, problémás lehet. Hát, azt jól érzi. Itt nem lesz probléma. Az emberei nem beszélik ezt a nyelvet, Herr Leutnant. De. Az őrmester. A közlegény viszont nem. Akkor, aki tud, az beszéljen ezen a nyelven, hogy elkerüljük a félreértést. Rendben van. Uram! Egy másik emberem megsebesült. Úgy, hogy én már is élnék az egyességünkkel. Ressi, te maradj, jó? Uram! Uram, hol vannak esetleg már? Esetleg nem értenek az orvosláshoz? Az a katona ott bent nagyon csúnyán megsérült. Jó, megnézzük. Velem tart, őrmester. Mindjárt jobban leszel. Hallod? Nyugi! Nyugi! 88-as! Ez súlyosabb. Igen, tudom. 88! 88-as! Tarts ki, öreg! Bírd ki! Nagyon fáj! Figyelj! Én abban is benne vagyok, hogy dumáljunk, de ahhoz előbb az kéne, hogy... Értem. Nos? Megtenni, hogy felhevíti ezt? Ja. A hideg meggátolta a fertőzést. De ki kell égetnünk a sebet, különben elvérzik. Ne! Nem ért csontot. Maga felcser. Ellátós. De sokszor segítettem az orvosoknak. Keleti front. Keleti front. Kaukázus. Most itt. Maga? Afrika, Olaszország és itt. Gondoltam, világot látok. Ja. Was wollen Sie hier? Sie haben... Sie haben sich im Schnee verloren. Jól sejtem, Frau Winken, hogyan átállt. És tudja, milyen következményekkel járhat ez? Nem álltam én sehova, senkihez. Dehogy nem. Segített az ellenségnek. Ez pedig hazaárulás. Betörtek a házamba, fegyverekkel. És megengedtem nekik, hogy itt maradjanak, hogyha a fegyvereiket kint adják. Én ezt nem nevezném hazaárulásnak, hadnagy úr. Nem. Viszont szólhatott volna, hogy fegyvertelenek. De nem tette. Azért nem szóltam, mert féltem. Féltem, hogy lőni kezdenek. Féltettem a fiamat. Kötve hiszem, hogy a megyei bíróság feje figyelembe veszi majd ezt a körülményt. És tudjuk, hogy bánik Freisler az árulókkal. Herr Freisler bírósága nem más, mint az igazság megcsúfolása. Minden ítélkezése kolmányokon alapul. Ha valakit hazaárulónak mondanak, pusztán az erkölcsi elkötelezettsége, az értékrendje miatt, akkor én valóban az vagyok. Na,
Most pedig ezt odavinném. Vigyázzon, Frau Winken! Amerika még nem nyerte meg a háborút. Vigyázzon, nagyon forró. Köszönöm. Köszönöm. Most arra kérem, fogja őt erősen. Nagyon fontos, hogy nem mozogjon. Herr Leutnant, warum sind wir hier mit unseren Feinden? Ist der Krieg vorbei? Nein. Ach, nicht gebreiter Heinrich. Jól van. Fogja erősen. Aber einige von uns scheinen das vergessen zu haben. Fogja erősen. Mindjárt kész, mindjárt. Fogja erősen. Ki kell égetni a sebet? Nyugi, nyugi, fogja. Fogja, megvan? Igen, megvan, lehet. Most, gyerünk! Fogja ez az! Fogja. Jól van, bírd ki, Hörbi! Bírd ki, nem lesz semmi baj! Fogja erősen! Csak egy kicsit még, Hörbi! Nyugi, nyugi, bírd ki! Nem lesz semmi baj, Hörbi! Kemény legény vagy, ki fogod bírni? Jól van, Hörbi! Még egy mindjárt kész van! Mindjárt kész, nyugi! Nyugi, mindjárt kész! Ígérem, ígérem! Csináljon már, csinálja! Jól van! Csinálj egy kicsit gyorsabban! Ez az, Hörbi! Kibírod? Kibírod? Na ugye, erről van szó. Jól van, ennyi volt. Ennyi. Jól van. Egy ideig most eszméletlen lesz. Nézze. Már el is állt a vérzés. De még fertőtleníteni kell. Tisztítsuk meg jól. Azt már megcsináljuk. Köszönjük, Müller őrmester. Mit csinál maga itt? Én csak igyekszem azt tenni, amit helyesnek tartok. Az idősebb fiam, Paul, meghalt Stalingrádnál. Meglőtték, és elvérzett, mert nem volt, aki ellássa őt. Így ember ne halljon meg. Őszinte részvétem, de úgy értettem, miért jött ide fel a fiával? Épp ilyenkor. A városunkat folyamatosan bombázzák. Sokkal biztonságosabb itt. Itt a tűzvonalban? 2-3 nap és mindenhonnan itt lesznek. A háborúnak hamarosan vége. Minél előbb. Annál jobb. Rendbe fog jönni? Igen. Kösz. Nemes cselekedet volt őrmester. Remélem elnyeri érte méltó jutalmát. Hallom, a sebesült jobban van. Megmarad. This is good. Nem sokára jönnek az újabb felderítőink. Ők majd még szakszerűbben ellátják. Csak nehogy a miénk érjenek ide előbb. Maguk vannak a mi vonalaink mögött. Már nem sokáig. Ne ábrándozon, őrmester. Hamarosan újabb offenzívát indítunk, és maguk futni fognak a csatornáig, ahogy a britek és a franciák Dunkerque-nél. Mert ezúttal nem követünk el semmilyen hibát. Biztosítható. Ne biztosítson, mert ez a rohamuk volt az utolsó. A háborúnak hamarosan vége, tudja maga is. Lehet, hogy futni fogunk, de csak azért, hogy... Nagyon kérem. Már is elfelejtették az egyességünket. A háború odakint marad. Igen. Így igaz.
Bocsásson meg, Frau. Röstellem, hogy az őrmester és én eleve másként vélekedünk erről a helyzetről. Szerintem mi nagyon sok minden másról is másként vélekedünk. Javasolhatom, hogy legalább ezen a kivételes napon próbáljunk meg közösen tisztelegni a karácsony szent ünnep előtt. Felőlem lazíthatunk. Ez a háború még holnap is itt lesz. Akkor legyen így. Jó. Nagyszerű. Most pedig, ha a pici türelemmel vannak, készítek maguknak valami ennivalót is. Ne, hölgyem. Erre semmi szükség. Ne fáradjon, meg leszünk. Nem fáradtság. Egy kis krumpli leves lesz. De ugye a mai időkben a keveset is nagyon meg kell becsülni. Fritz, a terítéket. Akkor viszont mi is terítsünk. Na, gyerünk, fiúk, pakoljatok. Hogy? Mit nem ért hadnagy? Nem ismeri az illemet? Buliba üres kézzel nem megyünk. Ja, de igaz. Azonnal, Müller, szedd elő az ellátványt. Abban van, hozd ide. Ez a sok minden. Az a legkevesebb, hogy mi is odaadunk mindent. Na de hát ez... Danke. Így már akár karácsony is lehet ez a vacsora. Ez volt a cél. Na, de nézzük, mink van. Klosterman hadnagy kitett magáért, mi? 4 szelet fehér kenyér, egy kis kolbász és... ecetes hagyma lenne? Maga egy igazi ínyenc. Pácolt, pontosabban. Bocsasson meg, Frau, de nekem sajnos ez mindenem. Ne szabadkozzon. Inkább lássuk az őrmester kínálatát. Na kérem, itt is van pár szeret kenyér, némi kolbász. Hoppá! Ez mi? Sütemény. Jaj. Sütemény? A hatalmas Wehrmachtnál süteményt osztogatnak. A feleségemtől kaptam. Amikor ír, mindig küld nekem. Akkor ön igazán nagy lelkű őrmester. Adja át köszönetünket a nejének, és legközelebb rendeljen nekem is, jó? Jó. Nagyszerű. Heinrich közlegény, maga következik. Nézzük, mivel kedveskedik. 6 szelet kenyér, egy tarab kolbász, és ennyi. Az ön neje nem tud sütni, Heinrich testvér? Vagy az édesanyja? Er will wissen, ob deine Mutter dir manchmal Sachen schickt. Beide meine Eltern sind in einem Bombenangriff umgekommen. Azt mondja, hogy az ő szülei... Azt hiszem, értem. És nagyon sajnálom. Sagt, dass ihm das leid tut. Mi a helyzet önökkel? Látszólag jól fel vannak szerelkezve. Mindig. Cserkész alapelv. Nos, mutatom is, hogy az őrmesterünk mivel készült. De körítés nem kell, csak mutasd, jó? Parancs, uram. Csak a napi menü, semmi extra. Ez a te reszortod, Resszi? Nos, akkor jöjjön egy kis ízelítő az amerikai konyhából. A mi mottunk, csak kimértem. Egy konzerv vagdalt hús. Egy konzerv főtt bab. 2 sült magyaróvaj. És... egy ananász puding. Látja, ezért ütőképesebb a Wehrmacht. Ugyan, milyen katona az, aki ananász pudingot majszol egy háborúban? Ne becsülje le! Hadnagy! Előbb csak kóstolja meg!
Higgy el, nagyon könnyen rászokna a hadtápunkra, hadnagy. Nem hiszem. És ön mivel szolgál, reszi közlegény? Most maga jön. Látom, hogy van bőven ellátmány. És mégis mik ezek? Igen, hát nem hazudtolom meg az olasz véremet. Ha meghalok, az nem az éjségtől lesz. És első osztályú kocsvasztó is. Szakács, ha nem sértődik meg, uram. Hát, köszönöm mindenkinek a kedvességét. Fritz, teríts meg, aztán pedig segíts nekem a konyhában. Köszönöm, mit hiszen zárt. Én is örömmel segítek, ha szabad. Tegyük egyelőre ide, a kis asztalra. Fritz, viad bizdú? 12, uram. És bocsásson meg, de anyukám arra kért, hogy ne németül beszéljek. Igen, persze. Idegen ajkú barátaink még azt hinnék, összeesküvés készül. És mondj csak, apád hol szolgál? A Wehrmachtnál? Igen, uram, a hadseregben. Testvérek? Rokonok? A bátyámat, uram, megölték Stalingrádnál. A hazáért halt meg. Nincs is nagyobb dicsőség. Nincs, uram. És veled mi a helyzet? Készen állsz már arra, hogy szolgáld a nemzetet? Hm? Igen, uram. Megyek is a Hitlerjugendbe, amint kapok behívót. Das ist gut. És hogy még nem kaptál? Nem tudom. Hát akkor csak türelem. Fritz, szívem, segítened kellene. Vidd ki, légy szíves, a tányérokat. Még a terítőt, jó? Várj csak, ezt inkább ne terítsük le. Akkor csak törzd meg a vizes kacsot. Nyugodtan, ne kapkodj. Azért annyira ne lazítsunk, háborúban vagyunk. Nehéz lenne elfelejteni, uram. Ne is. Attól, hogy barátságosak, még kinyílhat a bicska. Tudom, de megállapodtunk. Ők Sztálinnal is megállapodtak. Igazi kis lakománk lesz. Hát ez mi? Truffe de Périgord. Ó, Jézusom. Ez igazi ínyenség. Jó is volna, ha aknák helyett én is gombát szedhetnék az erdőben. Vajon lesz még erre alkalma? Lesz. Mert egy nap véget ér ez a háború. Ez a szentségtörés. Nem is értem, hogyan tudott egy egész nemzet így megőrülni. Én sem. Mindnyájan bűnösök vagyunk. És én ostoroznám is magam, hogy miért nem tértem észhez hamarabb, hogy ezt elkerüljem. Hát, most már késő. Aki pedig ma ezt ellenzi, azt viszik és agyonlövik. Sajnos, én tapasztalatból tudom. Csak nem a férjét. Egy barátot. Ő is tanító volt. Az uram a seregnél szolgál. Ellátós. Remélem, jól van. Ezt nem tudom. Nem hallottam felőle már vagy 2 hónapja. Az ellátósok messze a vonalak mögött vannak, ahol nem történhet velük semmi baj. Nyilván azért nem jelentkezik, mert az offenzívák miatt erre most nincs is ideje. Igen. Ja. Valószínűleg... Lekésett valahonnan közlegény? Én? Igen, le. A fél életemről miután maguk lerohanták Lengyelországot. Elnézést, hogy így alakult. De a lengyel fenyegetés nem hagyott más megoldást. Ez aztán az irónia. 2 tucat lovas huszár tényleg komoly fenyegetést jelenthetett.
És ez jó magának? Nem élne inkább egy nyugodt helyen? Nem gondolok ilyesmire. Ott élek, ahol éppen élnem kell. És ha meghal? Számomra dicsőség. Áldozatot hozni a hazáért. A halál mit sem jelent. Én azért élnék, ha már választani lehet. Nem várom el öntől, hogy megértse az elveimet, kedves, resszi közlegény. Ne kezdjünk személyeskedni, hadnagy úr. Nos, akkor fogalmazzunk úgy, hogy szomorú. Ha egy hajdani szövetségesünk sarja nem azonosul a német értékrenddel. Frau Winkelre való tekintettel. Ezt most elnézem önnek, de vigyázzon. Egyszer kimegyünk innen. Az olaszoknak volt annyi eszük, hogy a hazájuk érdekében megszabaduljanak a diktátoruktól. Az a szomorú, hogy maguk még nem jutottak el idáig, és nem tesznek hasonlóan. Tálaljuk a levest. Jöjjenek, uraim, és hozzák magukkal a székeket. Bitte, Frau Winkel. Danke. Csak tessék. Mielőtt neki látnánk, szeretném, ha mindnyájan imádkoznának velem. Uram, köszönjük neked ezt az ételt, és mellette kérünk téged. Vess véget ennek a háborúnak, hogy helyette mind békében és szeretetben élhessünk ezen a földön. Ámen. Ámen. Kérem a tányérokat. Tessék. Várjon, várjon egy kicsit. Isteni az illata. Ja. Voilà! Na? Igazi bordói veres. Ó, hát ön aztán tényleg tele van meglepetésekkel, resszi közlegény. Jimmy, kérem, hívjon Jimmy. Jimmynek. Vagy akkor inkább Weihnachtsmann. Was er bitte? Mi? Ja, was sagt man das? Santa Claus. Santa Claus! Vajon mit varázsol még elő a puttonyából? Ennyi, még fiatal az este, hölgyem. Nem, Elizabeth, szólítson Elizabethnek. Mióta cipered ezeket az üvegeket? A partra szállás óta? Ez hadititok. Amúgy Herbie-nek. Végül is nem mindegy. Na, akkor a vendéglátónkra. Akinek józan esze, őszintessége és makacsága tette lehetővé ezt az estét. Kívánom, hogy újra békében és szeretetben éljen. Elizabethre. Elizabethre. Köszönöm. Na, de most már együnk. Maradjon csak, majd én megnézem. Nem szükséges. Az én emberem, az én dolgom. Hadd aludjon. Rendben lesz. Gut. Akkor mindenkinek jó étvágyat. Jaj, ha tudnám, mennyire vártam már ezt. És boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Azt mondja meg nekem, mit szeretnek az amerikaiak a baseballban? Mert ugye, ha jól tudom, csak... Akkor fogtam fel igazán, mit is tett az én anyám. Már nem félelmetes katonákat láttam magam körül, hanem inkább egy családot, barátokat. És azt éreztem, hogy anyám kívánsága valóra vált. Hogy a háborúnak immáron vége. Mi pedig csak ünnepelünk a karácsonyi asztal körül. Ez tényleg nagyon jó lett. Ide adná valaki a sót? Köszönöm. Ám a vacsora csupán a kezdet volt, hiszen a karácsony a meglepetések ünnepe is. Így az este tartogatott még bőven váratlan dolgokat. Elizabeth, életemben nem ettem ilyen jót.
Ez talán egy kicsit eltúlozza, nem? Nem, egyáltalán. Minden relatív, nem igaz? Na hát akkor így nézve, ez a vacsora mennyei volt. Nem, urak? De így igaz, nagyon köszönjük. Igen. Na és önnek, hadnagy, nem íz lett? Hogy? Ja, dehogy nem, nagyon is. Köszönöm, Frau Winken, ez finom volt. Ön mindig ilyen visszafogott, hadnagy úr? Vagy aggasztja valami? Nem. Tűnődtem. Ez minden. Az nem tiltott, gondolom, még a Wehrmachtnál még sem. Nem. És mint tűnődött így el? A családján? Így igaz. Rajtuk. Mikor látta őket legutóbb? 1942. decemberében. Karácsonykor? A bátyám temetésekor. Századparancsnok volt. Oroszországban halt meg. Mindannyian nagyon büszkék voltunk Günterre. Nagy dicsőséget hozott a családunknak. Még a vaskereszttel is kitüntették, ahogy apámat és a bácsikámat is a nagy háborúban. De ugye, mára csak én maradtam, úgyhogy nekem kell folytatnom a tradíciót. Ez elég komoly teher lehet. Én örülök, hogy az apám csupán kőfejtő volt. Az én apám is harcolt a nagy háborúban. Csodálatos ember volt. Még rá nem lépett egy aknára, ami sajnos leégette a fél arcát. Attól kezdve szörnyeteggé vált. Emlékszem, anyám az összes tükröt leszette a házunkban, miután apám hazajött. De fájdalmunkat nem hasonlíthattuk az övéhez. Inni kezdett rendszeresen, míg nem az eszét is elvesztette. És éjszakánként üvöltve álmodott, mint akit kínoznak. Végül aztán öngyilkosságba menekült. 12 éves voltam, és épp az ő születésnapjára készültünk. Szóval részemről ennyit a háború dicsőségéről. Nos, hát talán lássuk a desszertet, nem? Van ugye finom sütemény Frau Müller jóvoltából, és ananász puding. Na? Heinrich közlegény, egy jófajta puding. Ja, für dich. Danke. Winken honpolgár. Egyetek. Elizabeth, egy kis sütemény. Nem, most nem kérek. Valaki más? Mi az, hogy ide vele? Igen, én is kérek, mert tudom, hogy mennyire finom. Santa? Na, aztán pedig segítünk elpakolni, nem? Jaj, nem, megoldom. De hogy nem, szívesen nem segítünk. Nem szükséges, mondom, hogy megoldom. De szeretnénk. Rendben. Add csak ide őrösten. De tényleg az én dolgom. Kérem. Hát én köszönök mindent. Készül valahova, őrmester? Tudom, hogy maguk kibírják reggelig, de nekem muszáj kimennem. Ja, hát nekem is ki kell mennem. Fritz, drágám, ha befejeztétek, hozzátok ki a tányérokat Péterrel, jó? Ja. Tele. Szép fenyő, ó, szép fenyő, oly kedves minden ágat. Nein, inkább németül. Ó, Tannenbaum, ó, Tannenbaum, vitrojzin tájne pletter. Du grüßt vagy, mint a nyár tüzel, és ők a téli hófödel. Ó, szép fenyő, ó, szép fenyő.
Ahogy hallom, alaposan könnyítenek magukon. Kár volt belőlük a sok étel. Hozom a többit. Hagyja, majd hozom. Gyerünk, fiúk! Minél előbb végzünk, annál előbb jön a Jézuska. Gyertek, hozzuk a maradékokat. Mások, Fritz, nincs valami nagyobb vödör itt, vagy tál, amiben összegyűjthetnénk ezeket? Biztos találok egyet. Mindjárt körülnézek. Úgy vélem, rájöttem a titkára, Frau Winken. Nekem nincsenek titkaim, hadnagy. Biztosan? Ez most egy kivételes helyzet. De átmeneti, ne aggódjon. Holnap mindnyájunkat visszavár a front. És ugye a megfelelő oldalon. Az ön helye hol lesz, Frau Winken? Érthetőbben, ön ki mellé áll? Megvan. Mire céloz ezzel? No, semmire, csak átlátok a szitán. Sokáig nem értettem, miért jött fel ide a gyermekével a legnagyobb harcok idején. Mert a civilek ilyenkor inkább menekülnének. De maga? Nem. Netán azt reméli, hogy az amerikaiak mellett békére talál. Mi okom lenne őket választani? Például Fritz? Tudja, feltűnt nekem, hogy a városokban, ahol eddig jártunk, nála jóval fiatalabbak már fegyvert fognak, de Fritz nem. Hogy? És vajon miként lehet, hogy egyedül ő nem kapott még behívót? Vagy kapott? Nem keresek kifogásokat. Egy fiamat már elveszítettem, és talán a férjemet is. Nem nézem végig, ahogy az egyetlen megmaradt csemetém is eldobja az életét. Olyasmiért, amiben már nem hiszek. Elvileg ez az utolsó. Elnézést, hadnagy. Na, srácok, valamit csinálhatnátok azzal a kopasz fával, nem? De nincs semmilyen díszünk. Majd lesz. Szerintem én találok itt valamit. Na, akkor gyerünk! Szépüljön az a fa. Nyomás! Danke. Szivar és ananász puding. Mi a hazánkban vagyunk, és szinte semmi ellátmányunk. Amerika meg onnan ide repül, és mindenük megvan. Pedig meg sem erőltettük magunkat. Az a kölyök, Heinrich. Hány éves? Most lesz 15, tavasszal. Feltéve, ha megéri. Jóformán csak gyerekek vannak velünk. És mi lesz akkor, ha túléli? Hogy lesz belőle újra normális gyerek? Nem tudom. És az a katona sebesült. Ő hány éves? 21. Egy vén ember, mi? De hála magának lesz még idősebb is. Nem könnyű, ugye? Ha egy jó emberünk kidől a sorból. Hörbi? Ő a legrosszabb katona. Nem ismeri a fegyvereket, veszekszik mindenkivel, és folyamatosan csak álmodozik. És ön nem szokott álmodozni?
Mert néha engem is csak azt tart életben. Herbie viszont állandóan ezt teszi, ami már veszélyes. Az első naptól velem vannak. Ő, a falánk, Prestiani, Vinky Kahler, Jordi Simon. Remek kis brigád. 42-ben jöttünk össze még Észak-Afrikában. Aztán jött ugye Olaszország. És most itt vagyunk. Gyakorlatilag mind oda vesztek már. Kivéve Herbie. Pedig tényleg ritka rossz katona. Mi kell, fiam? Csak anyukám üzeni, hogy díszítjük a karácsonyfát. Na hát, akkor ott van a helyünk, ugye? Ha? Na, milyen lesz? Tetszik, uram? Egész jó. Nézzük, mi van még itt. Ó, csodás. Ez lesz a hó, nem? Na. Tessék. Köszönöm. Ön nem túl hagyományőrző Frau Winkel. Igen? Miért nem? A hadnagy alig, ha nem arra céloz, hogy mi nálunk a gyerekek általában nem vesznek részt a karácsonyfa díszítésen. Milyen butaságot. Pedig ez jó móka. Az. De mint tudjuk, vendéglátónk igen sajátos módon gondolkodik. Nincs ezzel semmi baj. Sőt, ha mindenki ilyen lenne, mindjárt nyugodtabban élnénk. Igen. Ha én most Brooklynban lennék, ülnék a konyhában, és könnyékig fürödnék a jó spagetti szószban. Na, milyen lett? Valami még hiányzik. Valami a fa csúcsáról. Jól mondja, hadnagy. Valami csillogó, nem? Reszi, mit művelsz? Csak ma estére, jó? Egy. Gyönyörű. Hát ez tényleg az. Boldog karácsonyt mindenkinek. Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hochheilige Paar, holder Knabe im lockigen Haar. Schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Wunderschön, Peter. Schön, Peter, sehr schön. Kórusba járt, a kölni domba. Nem csoda. Ilyen hangtól egy szobor is könnyre fakad. Hát, akkor nincs mese, jöjjenek az ajándékok. Ajándék? Tényleg? Nem mondtam, hogy a Jézuska is eljön ma. Gyusenkő? Péter? Csokoládé? Aha. Thank you. Ez meg a tiéd. Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt, Elizabeth. Mi ez? Francia szappan. Oh, ez csodálatos. Köszönöm, Jimmy. Szívesen. Elnézést, urak, de ezzel sajnos én kifogytam.
Én viszont talán adhatok valamit mindnyájunknak. Ha? Megáll az eszem. Mióta rejtegeti ezt? A háború végére tartogattam, de hát a karácsony megelőzte. Mi a baj a hadnagy? Az honnan van? Cseréltem. Egy karton cigit adtam érte. Hazudik! Hadnagy, elcseréltem. Nem igaz. Ellopta egy halott katonától. Csigavér hadnagy. Vegyék a pénzünket, az óránkat, az értékeinket. Az nem érdekel. De elvenni egy halott katona kitüntetését. Az gusztustalan. Az a legnagyobb erkölcstelenség. Fejezze be, hadnagy. Figyelmeztetem. Ez megbocsáthatatlan. Magukban nincs semmi tisztesség. Maga neked itt nem a vászon tisztességről. Állatok. A falhoz állítanak. Kinyírlak, te szemét. Fejezzék be. Elég volt. Tartom. Jaj, nem előle, kérem! Figyelem őt! Hörbi, nyugodj meg! Hörbi, add ide azt a fegyvert! Tessék! Kérem, semmi baj, Hörbi. Én vagyok, csak add ide a fegyvert! Mi ez az egész? Istenedet már! Add ide azt a fegyvert! Hörbi, kérlek! Nem! Uram, jó vagy, Hörbi? Hörbi! Bocsánat, én csak jó vagyok. Jó, semmi baj, csak nyugodj meg. Jó, megnyugszom. Nyugi, jó vagyok. Nyugi, mindjárt megérted, csak nyugodj meg. Jó, megnyugszom. Hallod? Jó vagyok. Hörbi, figyelj rám. Oké. Kérem a fegyvert, hadnagy. Félre! A szavát adta nekem, úgyhogy kérem a fegyvert. Mikor megtalálták a bátyám holttestét? Teljesen le volt vetköztetve. Úgy hevert az árokban, mint egy állat teteme. Elvették mindenét. A kitüntetéseit is. Péter! Szerencséje van, csak súrolta. Nem lesz baja. Jó, majd én ellátom. Kom, kom. Segíts! Megjelenj!
Szevasz, Fritz. Péter rendben lesz. Igen. És már barátok vagyunk? Már azok. Örökre? Örökre. Csak mert az hosszú idő ám. Akkor is. Jó hallani. Látod azt a nagyon fényes csillagot? Igen, az a Sirius. A legfényesebb csillag. Ezt honnan tudod? Apámtól. Szerette nézni a csillagokat. A bácsikám is. Éjszakákat töltöttünk a tetőn a távcsővével. És tudtad, hogy az két csillag? Igen, tudtam. Csak azért tűnik egynek, mert közel vannak egymáshoz. Te aztán okos kölyök vagy. Igen. És tudod, hogy milyen messze van? Pontosan nem, de viszonylag közeli. 8,7 fényévre. Mennyire kicsik vagyunk, nem? Igen. De hát... nem baj. Néha ebbe is jó belegondolni. Hát, lassan aludni kéne, nem? De. Ön a rangidős, uram? Igen, vagyis hát igenis, meg nem is. Most akkor melyik? Maga itt a rangidős, vagy nem, őrmester? Mi a? Mi a franc folyik itt? Ezek itt a fogjaik? Nem egészen, uram. Nem egészen? Akkor meg... Nos, nem azok. Inkább úgy mondanám, hogy mind vendégek vagyunk. Éppen a hölgy vendégei. Vendégek? Igen, uram. Resszi közlegénnyel eltévedtünk az esti viharban egy sebesülttel, aki odakint van. Így találtunk rá a barakra. Frau Winken pedig szállást és ételt adott nekünk. És a németek? Ők is eltévedtek, uram. És persze a hölgyemény őket is befogadta, mi? Igen, uram. Lesz mit megmagyarázni a katona? Az ütközetek kellős közepén maguk együtt karácsonyoznak az ellenséggel. A parancsnoka nyilván értékelni fogja, feltéve, hogy ő is itt van valahol. Nincs, uram. Jó. Hát akkor itt a buli vége, őrmester. Ugyanis háború van. Hol vannak a fegyvereik? Odakint, uram. Frau Winken kérésére kint hagytuk őket. Ez volt a feltétele a menedékért cserébe. Odakint? Igen, uram. Leutnant, Ende runter. Kommen Sie jetzt hier. Schnell, Leutnant! Leutnant Hans Klostermann, auf Ihren Befehl, Herr Hauptmann. Warum haben Sie Ihre Waffe niedergelegt? Es ist meine Schuld, Herr Hauptmann. Schweigen Sie! Leutnant? Frau Winken hat darauf bestanden, dass wir alle unsere Waffen draußen lassen, wenn wir Unterkunft haben wollen. Sie hat darauf bestanden? Und Sie, als Offizier des Reiches, Sie haben vor Ihren Forderungen kapituliert. Wir hatten keine Wahl, Herr Hauptmann. Die Amerikaner hatten uns überrascht.
Wir nahmen an, sie waren bewaffnet. Aber Frau Winken wusste, dass sie unbewaffnet waren. Stimmt das? Ja, Herr Hauptmann. Und sie hat euch nicht gewarnt? Nein, Herr Hauptmann. Nehmen Sie Ihre Männer und holen Sie Ihre Waffen. Jawohl! Schnell! Walter Dietrich, SS-százados vagyok, őrmester. Blank. Ralph Blank, őrmester. Nos, Blank, őrmester. Úgy látom, csinos kis ünnepség volt itt tegnap. Mi a baj, őrmester? Nem tud beszélni? Hallottam már a fajtájáról. Az államokban kitanulják a nyelvet. Majd ledobják magukat a vonalaink mögé, és módszeresen kiirtják az embereinket. Így igaz. Ravasz, nem de? Maguknak se otthonuk, se szívük, mi? Ugyan kérem. Ne jöjjön nekem itt az erkölcsi tanaival. A háború sportszerűtlen. Lehet, hogy a baseballistenei ezt elítélnék, de a háborújé azt segíti, aki merészebb a másiknál. Én hittem, hogy ebben mindenki egyetért. De hát Roosevelt elnök eleve nem így gondolkodik. Amit sajnálhatnak, mert közel a nap, amikor mind elbuknak. Hát, addig viszont maguk buknak. Bringen Sie jetzt die Keller aus. Und dann schießen Sie sie. Was? Most mit akarnak? Nem ajándékozni, az biztos. Hofer Beblank. Jetzt! Schnell raus mit ihnen! Aber Herr Hoffmann, die Vorschriften erlauben nicht... Leutnant! Sie haben gehört, was ich gesagt habe! Machen Sie das nicht, Hans! Halten Sie Ihren Mund! Schnell! Das wird Ihrer Familie keine Ehre bringen, Hans. Nur Schande. Halten Sie deinen Mund! Mama! Sie sind eine Schande für das Vater, Frau. Érzed magad, katona? Én azt álmodtam, hogy lőnek, uram. Minden rendben lesz. Nekünk mennünk kell. Nem, te itt maradsz. Egy kedves hölgyel, akit Elizabethnek hívnak. Figyel majd rád, amíg a többiek érted nem jönnek. Maradj itt és pihent ki magad. Ez parancs, világos? Értettem, uram. És Herb, ne topzódj. Nem fogok. Brooklynban találkozunk, jó? Légy jó. Biztos nem jön velünk? Hamarosan úgy is vége ennek. És őrmester maga? Menjen velük. Rajta. Mentse az életét. Itt már nincsen semmi esélye. Hadnagy. Van még dögivel ananászpuding. Köszönöm. De sajnos nem tehetem. Őrült egy világ ez, mi? Az. Tessék. Hasznát vehetik. Kösz.
A fiúval mi lesz? Roger Heinrich. Du bist jetzt Feldwebel Blancs Gefangener. Aber Herr Leutnant... Das ist ein Befehl, Roger Heinrich. Du wirst alles tun, was er dir sagt. Verstanden? Ja, Herr Leutnant. Gut. Követi magukat. Akkor sok szerencsét. Önnek is hadnagy. Rassi közlegény. Frau. Megyünk mi is. Köszönjük, Elizabeth. Aztán fel a fejjel, és nézd a csillagokat. Jó. Vigyázz magadra. Elizabeth, köszönjük. Isten áldja meg. Jimmy. Na, jól van. Induljunk. Gyere, Peter. Legalább tanítasz egy kis németet. Mindez ugye karácsony másnapján, röviddel 8 óra után történt. Valamivel később jött egy újabb amerikai csapat, akik elmondták, hogy a háborúnak végre vége. Hihetetlen, hogy ez tényleg itt történt. És annyira jó újra hallani. Csodálatos emberek voltak. Gondolom. És többé nem is látta egyiküket sem. Nem. Még a német katonákról sem tudtam semmit, nemhogy az amerikaiakról. Amíg nem találkoztam Blenkőrmesterrel Marylandben. De a te nagyapád volt az egyetlen, akivel valamiféle kapcsolatunk lett. Ezért úgy hiszem, ez már téged illet. Végig megőrizte. Ragaszkodott ahhoz, hogy tartsam meg. Talán éppen miattad. Köszönöm. Hát akkor én mennék is. Jó. Jó. És nézi azóta is a csillagokat? Hogyne! Leggyakrabban a Siriust, mert az elhitette velem, hogy jó szándékkal bármit el lehet érni, hiszen azon az estén egyetlen asszony szándéka elég volt fél tucat ember megbékéléséhez. Noha esküdt ellenségként érkeztek. Magyar hangok: Szirtes Ági, Holnándor, Dolmány Attila, Németh Gábor, Berzsenyi Zoltán, Csöre Gábor, Dene Tamás, Versényi László, Hágen Imre, Szabó Máté. Magyar szöveg: Kis Barnabás, hangmérnök: Sebestyén Dezső, vágó: Katona Edit, gyártásvezető: Völgyi Judit, szinkronrendező: Berzsenyi Zoltán. A szinkron a Seven Stars Hungary megbízásából a Central European Studio digitális műtermében készült.